nézni az EKG-ját, akár egy szívinfarktus észre lehet rajta venni egy pitvafibrillációt. Modern orvosi eszközöket, például mobil EKG készüléket vásárolt néhány hónapja a kapuspulai önkormányzat, a helyi háziorvosi rendelőnek, valamint a védőnői szolgálatnak. A két ellátás egy épületben kap helyet, ami most már a Magyar Falu programnak köszönhetően szintén megújult. Modern infrafűtő panelek kerültek a beltérbe, a működtetésükhöz szükséges energiát pedig mostantól megújulók termelik. Tolna megye kettes számú választókerületében kis túlzással szinte nem telik el úgy hét, hogy ne lehetne hallani egy újabb fejlesztésről, ami a Magyar Falu program keretében valósult meg. Örülök annak, hogy a 20-as évben az 58 településemből 56 település tud pályázni a Magyar Falu programra, ott 1,3 milliárd forintot tudtak megpályázni, illetve elnyerni, és az egész körzetre nézve pedig arról tudok beszámolni, hogy 3 milliárd forint fejlesztési forrás jutott erre a kerületre. És valóban, a Bonyhád és Dombóvár körülötti kis településeknek nincs okuk a panaszra. Rengeteget fejlesztettek tavaly a Magyar Falu programnak köszönhetően. Faluházak felújítására és óvodák fejlesztésére például több mint 130 millió forintot költhettek. Míg kerékpárutakat 100 millió forint értékben építhettek, de a beltéri utakat is felújíthatták több mint 178 millió forintért. Úgy gondolom, hogy a 20-as évvel elégedettek lehetünk, és reméljük, hogy ebben az évben és a következő években is hasonló sikereket tudunk közösen elérni. Szintén a Magyar Falu program része a kis településeket összekötő mellékúthálózat fejlesztése. A Tolna megyei falvak pedig ebben a pályázati rendszerben is kifejezetten hatékonynak számítanak, mondja a Magyar Falu programért felelős kormánybiztos. Itt az állami fenntartású 3-4-5 számjegyű, jellemzően településeket összekötő utak fejlesztéséről beszélünk, felújításról vagy karbantartásáról. Azért érdemes hangsúlyozni, mert egyébként az önkormányzatok számára van pályázati lehetőség most már évek óta önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő utcák fejlesztésére, ez nem ugyanaz. Mi falusi utalaknak hívjuk, ennek a falusi utalaknak a keretében, amit biztosan látunk már Tolna megyében 18 szakasz már kijelölésre került, amelyet céloz a kormány felújítani. Ez 2019-es 20-as terv, 46 kilométernyi utcakasz került meghatározásra. Ennek körülbelül a fele el is készült, ez több mint 2,5 milliárd forintos program keretében ennek a fele elkészült. A másik fele vagy folyamatban van a kivitelezés, vagy tervezés alatt áll, és a márciusban a jó időbe köszöntével neki lehet állni a munkálatoknak, és még az idei évben és a jövő év elején egy hasonló nagyságrendű, tehát kb. 40-50 kilométernyi úthozban szeretnénk további felújításokat végezni. Az orvosi rendelő épületének fejlesztését tervezték a Magyar Falu program keretén belül még tavaly nyáron Siógárdon. A település önkormányzata akkor is ugyanúgy, mint 2019-ben pályázott a programra. A felvételek elkészültéig, így mások mellett már az óvoda szépült meg itt, de egy központi játszóteret is kialakítottak a községben. Tolna megye egyes számú választókerületében kifejezetten sikeresnek mondható a két évvel ezelőtt elindított Magyar Falu program. 17 település van a választókerületemben, ez 14 települést érint, hiszen 5000 fő alatti településeken lévő beruházásokat érint. Nincs szinte olyan település, aki a forrásokból valamilyen beruházást, ami az ott élő emberek életminőségét javítja, ne valósított volna meg. Ilyen pillanatban a kollégáimmal, illetve a település vezetőivel értékeljük az elmúlt két évben felhasznált forrásokat, a megvalósult beruházásokat, és tervezzük az idei évet. Én azt gondolom, hogy nagyságrendileg akár meg is haladhatja az 500 millió forintot az a fajta beruházási keret, ami reálisan az itt élő emberek életkörülményeit is javítja. Akár több is lehet ez a forrás. Most én a projektek nagyságából gondolkodom. Tehát úgy tervezünk, hogy ilyen 500 millió, 1 milliárd között lehet a térségben a településeknek beruházásokat végrehajtani. A Magyar Falu programhoz tartozik a falusi csok is.
A pályázati rendszerét felelős kormánybiztos szerint a kezdeményezés kifejezetten eredményesnek bizonyult eddig Tolna megyében. Gyopáros Alpár azt mondja, az országnak ezen a részén található kis települések dobogós helyezést értek el a nyertes pályázatok számát tekintve. Azt tudjuk biztosan Tolna megyére vonatkozóan, hogy a majdnem minden kis település, 101.000 lélekszám alatti településéből 100 falusi csupos település. Azt is látjuk még, hogy a lakosság arányosan, tehát nem darabszámra, szerződés darabszámra, hiszen Tolna megy egy viszonylag alacsonyabb lélekszámú megyéje az országnak, de lakosság arányosan a harmadik helyen áll az országban, ami a falusi csupos felhasználást illeti. Ez egy szép teljesen. A Magyar Falu mellett a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően is sok milliárd forint áramlott az elmúlt években Tolna megye kis településeire. A programot koordináló Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, ez a szám mostanra 30 milliárd forintot is meghaladja. Azt gondoltuk, hogy körülbelül ilyen 21 néhány milliárd forintnyi összeget fogunk tudni majd felhasználni erre a fejlesztési forrásra, illetve ebből a fejlesztési forrásból, és manapság már büszkén jelenthetem a településeknek, illetve Tolna megye polgárainak, hogy túlhaladtuk bőven a 30 milliárd forintot. Azért nem akarok pontos összeget mondani, mert itt még azért van néhány bizonytalanság, hogy most melyik nyert, mennyit nyert, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez még fölfelé fog kúszni ez a szám. Ez már jól látszik egyébként Tolna megye arculatán, sok mindent sikerült a településeknek megváltoztatni, megjavítani, rekonstruálni. A 2014-ben elindított pályázati rendszer célja az volt, hogy az uniós támogatások 60%-a közvetlenül a gazdaságfejlesztés szolgálja. Tolna megye pedig e tekintetben kifejezetten jól teljesített országos viszonylatban, hiszen szinte valamennyi településen valósultak meg fejlesztések. 225 darab sikeres pályázatot fed le ez az általam elmondott top forrás, ez 6 lényeges célt tartalmazott egyébként. Én azt gondolom, hogy ez már szabad szemmel egy jól látható összeg, és jól látható a megye fejlődésén is ez. Mekkora fejlődést hozott a Baranya megyei országgyűlési képviselők körzeteiben a Magyar Falu program? Erről kérdeztük a politikusokat. A megye település szerkezete miatt sok önkormányzatnak jelent lehetőséget ez a program. A Magyar Falu program a polgári kormányzásunknak az egyik legfontosabb támogató programja. Évtizedeken keresztül a rendszerváltás után, mintha elfeledkezett volna a magyar állam a falvakról és az ott lakó népességről. Miközben a falvak lakosság megtartó erejét azért is kell segíteni és támogatni, mert egy sokkal élhetőbb szociológiai közeg a falu, mint amilyen adott esetben egy nagyváros. Természetesen a termelékenység szempontjából, hogy Budapest termeli meg a magyar GDP-nek a nagyjából 40%-át a Pest megyei vállalkozásokkal együtt, és a 60% termelékenység marad a vidéknél. De mégiscsak egy ezredéves települési forma Magyarországon a falu, amelyben nagyon fontos, hogy egészséges életmódot élő és családokban életüket megélő állampolgáraink élnek és laknak. Méltánytalan volt az, hogy már a Kádár korszak vége, illetve a rendszerváltás óta eltelt 2010-ig eltelt 20 esztendő tudomást sem vett a falvak népességéről, és csak a városokban mentek fejlesztések. Nyilvánvalóan fontos, hogy a gazdaság húzó ereje miatt a városokat segíteni kell, és a gazdaságfejlesztést oda kell koncentrálni, ahol a gazdaság húzó ereje megjelenik. Tehát így a 2010 utáni kormányzásunk első programja az a Modern Városok program volt, ami a nagyvárosok, a megyeszékhelyek köztük Pécs fejlesztését is segíti és segítette. De nem elégedhetünk meg, nem dőlhetünk hátra, hogy a nagyvárosok és a főváros ki van pipálva, oda mennek a fejlesztések, és a többi településre pedig nem. Ezért örülök nagyon annak, hogy a mi kormányzásunk időszakában szintén magyar nemzeti forrásokból, először 150 milliárd forint magyar állami költségvetési forrásból, majd utána 250 milliárd forintból a falvak népesség és érzékelheti, hogy a gazdaság erősödésével az ő településük is erősödik.
az a sokféle pályázat, amit a Magyar Faluprogramban most már harmadik éve a miniszterelnökség évről évre, vagy fél évről fél évre kiír, ezekben minden falu megtalálja maga számítását. Az én parlamenti választókerületemben összesen 15 falu található, mind a 15 falu vezetésével forró dróton vagyok. Ez a Magyar Faluprogram egy kicsit koncentráltabban segíti ezt a lobby tevékenységet. Az országgyűlési képviselőnek nem kell 5-6 minisztériumban rohangálnia, hanem a Magyar Faluprogram kormánybiztosánál, Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnál tudunk segítségül lenni, hogy az a mi térségünknek, a baranyai térségnek, ami nagyon apró falvas, 300 település van Baranyában, de a mi térségünknek milyen kiírások lennének a hasznosak, mire várnak a falvakban. Tudom közvetíteni a polgármesterek igényeit is Budapestre, és csak egy helyen, csak a kormánybiztosságnál kell tudnom ezért a faluprogramért a saját településeim érdekében lobbizni. Örömmel mondhatom el azt, hogy az elmúlt 2,5 év alatt a falvaink mindegyike nyert már Magyar Falu pályázatot, van, aki 2, sőt van olyan faluk, amelyik már 3 pályázatot is sikeresen írt meg, és meg is nyerték, és már meg is valósultak ezek a programok. Azért különösen jó ez a pályázati forma, mert vállalta azt a kormánybiztos úr, hogy ezek nem hosszú ideig, fél évig elhúzódó pályázatok lesznek, hanem egy nagyon hatékony struktúrát állítottak fel, amelyben a kiírás 30 napig van kint, utána 30 napon belül kell benyújtani a pályázatot, és utána 60 napon belül el is bírálják. A falvak népének jár az, hogy javuljon és 21. századi körülményű infrastruktúrát lehessen nekik teremteni, és mind a falvak tulajdonában álló ingatlanok felújítása, mind az orvosi rendelők, egyházi ingatlanok felújítása, mind pedig az eszközellátottság, sok falunk például traktort pályázott és nyert meg, és most a közterületek karbantartását el tudja ezzel végezni, illetve a falusi civil alapoknak a pályázata is nagyon fontos, mert a helyben élő emberek minden napjait segíti. A kis településeknek nem hatalmas beruházásokhoz kell a forrás, hanem olyan kisebbekhez, amiket más pályázati rendszerben nem tudnak megvalósítani, mondja a Mohácsi Székhelyi Körzet országgyűlési képviselője. Hargitai János szerint úgy teljes a kép, hogy egy másik lehetőséggel is segíti a kormány a családokat. Nagyon sok olyan projektre lehet pályázni, ami tényleg kicsi településeknek kell, hogy a legalapvetőbbet mondjak. Mikróbusz, amivel a központban lévő szolgáltatásokat lehet különböző korosztályoknak elérniük. De hát kicsi intézmények, amik egy kis településen vannak, azok felújítására, orvosi eszközök beszerzésére nem csak önkormányzatok pályázhatnak, hanem civil szervezetek is forrásokhoz juthatnak, vagy egyházi közösségek akár ravatalozó létrehozására, vagy felújítására, vagy a temető rendbetételére is, még sorolhatnám a sort. Kizárólag állami források vannak benne, ez is örömteli. Az én választókörzetemben, ugye ez Kelet-Baranyát, Mohács székhelyű választókörzetet jelenti, 2 év alatt több mint 3,8 milliárdnyi forrás jutott, van 103 érintett településem, nincs olyan településem, ami valamilyen fejlesztéshez ne kapott volna forrásokat, a legtöbb település pedig több projektet is meg tudott valósítani. Az kétségtelen, hogy a kormány gondolkodásában a családok minden oldalú támogatása is ott van, ez jövedelem visszapótlást is jelent, és lakhatás megoldását is jelenti, ez a falusi csok, tehát a falusi térségekben, kis településeken 5000 fő alatt külön priorizált a falvak támogatása, mert a kormány célja az, hogy ezek, tehát az elnéptelenedést fékezzük, megállítsuk és újra növekvő élhető vidéki településeink legyenek. Nagyon sok polgármestertől kaptam már visszajelzést arra, hogy nincsen szabad ingatlan, ami nem volt jellemző ezekre a településekre, vagy hogyha egy ingatlan felszabadult, azonnal vevőre talál. Tehát látszik, hogy megindult az érdeklődés a kis települések iránt is, és ez nyilvánvalóan létszámnövekedéssel is fog járni, tehát gyerekek születnek nyilvánvalóan, ha fiatalok költöznek a településeinkre, és eltartják azokat az intézményeket, amiket pedig most korszerűsítünk. A kiírás alapján a kis településeken sok minden fejleszthető, ezt emelte ki Nyugat-Baranya országgyűlési képviselője is, akinek a kerületében 171 település pályázhat. Azt mindenképpen el kell mondani szerintem az első gondolatok között, hogy a Magyar Falu programhoz hasonló
nagyságrendű program az elmúlt évtizedekben nem volt. Talán nem, hogy a rendszerváltás óta, hanem az azt megelőző időszakban sem. És azt is lehet látni, hogy évtizedes problémákra ad lehetséges válaszokat, illetve megoldásokat az egyes községek, falvak részére. A választókerületemben 171 olyan település van, aki pályázhat magyar falu programok keretén belül. A településeinknek több mint 90%-a már abban a helyzetben van, hogy már legalább egy pályázatot nyert, és én nagyon szeretném azt, hogy az elkövetkező időszakban ez fölmenjen 100%-ra, illetve egyre több olyan település legyen, ahol több pályázatot tudtak már abszolválni a település lakói, illetve azok, akik pályázatokat írtak, illetve pályázatokat nyújtottak be. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett a járda felújítás, illetve az útfelújítási program. Itt nagyságrendivel több pályázat érkezett be, mint a rendelkezésre álló összeg. Annak nagyon örülök, hogy ezen felül még a települések közötti úthálózatok felújítása is elindult Magyar Falu program keretén belül, úgyhogy ebben az évben is sok kilométernyi ebből meg fog majd újulni, de az is látszik, hogy ezt a 2-3 évtizedes hiányt ezt nagyon nehéz lesz majd ledolgozni, tehát sok idő kell hozzá. Nagyon örültem annak is, hogy mind a bölcsőde, óvoda felújítások nagyon szép mértéket értek el, illetve az orvosi rendelők, orvosi eszközök tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy sok-sok pályázatot éltek meg. Az látszik, hogy mind az orvosok, mind a helyi lakosság örült annak, hogy az orvosi rendelőket így is tudtuk fejleszteni. A 4-es számú választókerületben Nyugat-Baranyába több mint 3 milliárd forint érkezett a nagy útfelújításokon kívül. Igazából az összesítést azt majd most fogjuk tudni elkészíteni. Azt lehet mondani, hogy átlagosan évente mintegy 2 milliárd forintot költhetnek magukra a településeink. Összesen 301 település található Baranya megyében. A Magyar Falu program segít abban, hogy ne csökkenjen a lakosságszám, és az emberek megtalálják azokat a szolgáltatásokat is a kis településeken, amik a 21. századi élethez kellenek. Erről is beszélt a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Baranya megye egy kis településekkel tagolt területe az országnak, hiszen 301 település tartozik a megyéhez. Vannak természetesen nagyobb városaink is, de igen sok a kifejezetten apró település, apró falu. Számukra tulajdonképpen az elmúlt években az egyetlen fejlesztési lehetőséget a Magyar Falu program biztosította, hiszen ezek a kis önkormányzatok, ezek a kis közösségek nem több milliárdos, több százmillió forintos nagy fejlesztésekbe gondolkodnak, hanem egyszerűen a mindennapokat befolyásoló fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, mint egy járdafelületet a közösségi háztól a lakóházakig, vagy egy belterületi utat, egy hidat szeretnének megcsinálni, vagy az orvosi rendelőt felújítani, kicserélni az óvodába a nyílászárókat. Ezek olyan fejlesztési igények, amelyek nem feltétlenül férnek bele egy nagy uniós fejlesztési programba, viszont igen fontos fejlesztési igények, ezeket tudják a települések most már évek óta a Magyar Falu programból megvalósítani. Megye településeit járva azt láthatjuk, hogy szinte nincsen olyan pályázati kiírás, ahol ne lenne túl jelentkezés, és ahol ne lenne számos jogos fejlesztési igény. A legnépszerűbb pályázati kiírások között említhetjük a helyi közösségi terek felújítását, az óvoda, iskolaépületek kisebb volumenű fejlesztését, amelyek nem az nagy uniós fejlesztési programba illeszkednek, a belterületi utak, járdák felújítása is igen népszerű, mint ahogy az orvosi rendelők felújítása, vagy éppen az orvosok részére történő orvosi eszközök beszerzése is mindenképpen a népszerűbb, kelendőbb pályázatok közé tartozik, amely különösen is fontos most a pandémia időszakában. Én azt gondolom azt, hogy a házi orvosok most az oltási tevékenységet a legtöbb baranyai településen is már a kor kihívásainak megfelelő rendelőben és eszközökkel tudják végezni, az is nagyban köszönhető az elmúlt évek Magyar Falu program keretében megvalósult pályázatainak. A megyei önkormányzatnak elsősorban abban
van szerepe, hogy a magyar kormány által megnyitott pályázati felhívásokra felhívja a kis települések vezetőitnek a figyelmét. Ilyen értelemben az információ áramlásba van szerepünk, és természetesen, hogyha megkeresnek bennünket egy-egy pályázat előkészítésében vagy megírásában, akkor a kapacitások és a lehetőségek függvényében is segítünk a településeknek. De elsősorban most a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatainál fogva a nagyobb volumenű a megyei települések és a megyében élők életét akár egy vagy két évtizedre meghatározó nagy, most induló uniós fejlesztési időszak előkészítésére koncentrálunk, arra készülünk a tervezéssel. Munkások mossák a Magyar Falu program keretében vásárolt fűnyíró kis traktort a Bács-Kiskun megyei Dunapatajon. A polgármesteri hivatal munkatársai néhány hónapja vehették használatba a kiegészítőkkel együtt több mint 17 millió forintba került korszerű gépet, amire nagy szüksége is volt a falunak, hiszen az innen 4 kilométerre található szelidító partszakaszát is ezzel kaszálják. Ezen a településen az óvodát is sikerült fejleszteni a kormány kis településeket támogató pályázati rendszerének köszönhetően. Font Sándor, Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a Magyar Falu program lehetővé tette, hogy a falvak olyan beruházásokat hajtsanak végre, amikre korábban esélyük sem volt. Több olyan kis településünk van, ezek 1000-2000 fős települések, amelyekben most először van például fogorvosi szolgálat, mert olyan eszközbeszerzést és orvosi rendelő elkülönítés, kiépítés tudtak megvalósítani az önkormányzat tulajdonában álló és éppen már nem használt ingatlanba, amelyben a legmodernebb berendezéseket sikerült megvásárolni, és így egy fogorvos heti rendszerességgel egy adott időpontban eljön a kis településre. Addig a település lakói a környékbeli nagyobb települések, kisvárosok fogorvosi rendeléseit vették igénybe. Több mint 28 millió forintból újult meg két utca burkolata bátyán, hirdeti a tábla. Ez a település is több pályázaton nyert a Magyar Falu programnak köszönhetően. Itt az egyik legjelentősebb beruházás az idősek klubjának teljes felújítása volt. Font Sándor körzetéhez 25 falu tartozik, közülük mindegyik tudott fejleszteni a programnak köszönhetően. Az országgyűlési képviselő szerint ezek a beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy a falvakban élők életminősége nagyban javuljon. Minden településnek valamilyen a lakosság érdekét érintő szolgáltatás és fejlesztés megvalósulásra került. Kalocsa környékén is folyamatosan újulnak meg a kis településeket összekötő 3, 4 és 5 számjegyű mellékutak a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ebben a választókerületben, a kalocsai térségben 4 útszakasz tekintetében született döntés, ebből 2 már elkészült, Akasztót és Újsoltot érinti, ez az útfejlesztés, 2 pedig közbeszerzés alatt áll, ez Solt-Vadkert, Csábor között, illetve a Solt-Szentibrei térségben helyezkednek el ezek az utak, ezek összesen 16 kilométert jelentenek, és nagyjából 1 milliárd forint az, ami már kifizetésekre jut az elkészült szakaszok tekintetében. Az a vállalásunk a falvak felé, hogy 2019 és 2022 között 2500 kilométer ilyen alacsony rendű útszakaszt fogunk felújítani szerte Magyarországon, ennek nagyjából valamivel több, mint a felénél járunk. Baranya és Bács-Kiskun megyékben szintén szép számokat hozott tavaly az ingatlanvásárlásra és felújításra is fordítható falusi csók. Mind a kettő, Baranya és egyébként a Bács-Kiskun megye is a térségben nagyon jól áll a felhasználások tekintetében. Bács-Kiskun megye inkább darabszámban van az élbolyban, az nem véletlen, hiszen egy népesebb megyéről van szó. Baranya megye pedig azért szerepel viszonylag jól ezekben a statisztikákban, mert egy rendkívül apró falvas megye, és tudom, Tóla megyéhez képest egyébként a magasabb lakosság száma is bír egyébként. Úgyhogy mondhatom azt, hogy ez a régiója az országnak az kifejezetten nyertese a falusi csoport konstrukciójának. 8 évvel ezelőtt ez az épület még a Tolna megyei Murga élelmiszerboltjaként üzemelt. A lakosságszám csökkenésével azonban az egység veszteségessé vált, ezért az üzlet néhány éve bezárt. Azóta a kevesebb mint 60 lelket számláló település lakói az önkormányzat által működtetett gondnoki szolgálat segítségével járnak bevásárolni a közeli hőgyészre.
A Magyar Falu program keretében idén 45 milliárd forintos keretre pályázhatnak azok, akik 2000 fő alatti kis településen akarnak élelmiszerboltot nyitni. Országosan 2400 faluból lehet pályázni, egy üzletre pedig akár 80 millió forintos támogatás is elnyerhető. Négy tevékenységre igényelhetnek támogatást az üzlettulajdonosok, vagy akár az vállalkozások: ingatlan vásárlásra, ingatlan korszerűsítésre, eszközök beszerzésére, és akár működési támogatást is elnyerhetnek. Összességében egy-egy üzlet várhatóan maximálisan 60-70 millió forintos támogatást nyerhet el. Nyilván átlagosan azért lényegesen alacsonyabb lesz az összeg, de maximum erről beszélünk. Mi azt célozzuk ezzel a támogatási rendszerrel, hogy olyan piaci szolgáltató központokat, ha szabad így fogalmazni, hozzunk létre a falvakban, ahol többféle szolgáltatás is elérhető, ami eddig esetleg hiány volt, vagy nem megfelelő minőségben történt. Ugyanakkor ugye, hogyha minél több piaci szolgáltatás koncentrálódik egy-egy üzletbe, és itt mi a posta tekintetében, vagy a vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazása tekintetében, vagy mondjuk ilyen alapvető vendéglátóipari szolgáltatások, mint mondjuk egy kávét elfogyasztásom egy vendég, ami közben kitölti a lottószelvényét, vagy megelőlegesen egy péksüteményt, vagy a gyermekének vehessen egy fagylaltot. Tehát minél több ilyen piaci szolgáltatást tud és képes koncentrálni egy-egy ilyen vállalkozás, ez annál inkább hosszú távon biztosítja az ő üzletének a fenntarthatóságát. A Magyar Falu program tehát négy fontos pillérből áll. A kis települések által igényelhető támogatások mellett ide tartozik a falusi csók, a kis településeket összekötő mellékúthálózat felújítását célzó tenderek, valamint a falvakon a boltok nyitását támogató rendszer. Pályázni pedig érdemes, hiszen idén minden korábbinál több forrás, egészen pontosan mintegy 260 milliárd forint áll majd rendelkezésre.